Az orvosi szakellátás betegfogadási rendszere Balmazújvárosban az idei év során többször is módosult, hiszen az egészségügyben a járványhelyzetben bevezetett kormányzati döntéseknek megfelelően kellett az orvos és beteg közötti találkozókat megszervezni. A változás nem most szeptembertől indult, hanem már májustól, ugyanis május 4-től lehetőség nyílt a újabban, az újabb betegellátása. Viszont bizonyos feltételeknek meg kell felelni ahhoz, hogy az betegek be tudjanak jutni a rendelőbe. Május 4-től, hogy felszabadították újra az ellátást, szabályozták, hogy az elején óránként három, illetve négy beteggel indulhattak el a szakellátások, és nagyon fontos, hogy szigorú előjegyzés alapján. És akkor is első, első körben azokat kellett megnézni, akik a járvány miatt elmaradtak a vizsgálatok, tehát első körben azokat helyeztük előtérbe. Egész nyáron gyakorlatilag így ment a rendelés, és most szeptember 1-től szigorúan a szakellátásra vonatkozóan tudom ezt mondani, az alapellátás egy picit más, de arra is visszatérünk. Gyakorlatilag mind a finanszírozás visszatért a teljesítmény alapú finanszírozásra, így a szakrendelők teljes mértékben kinyitottak. Tehát amennyi beteget tudunk fogadni, annyit fogunk megnézni. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, kellenek bizonyos óvintézkedések. Ilyen a triázsolás, ami tulajdonképpen áll egy testhőmérséklet mérésből, áll egy kézfeltőtlenítésből, szigorúan maszkban jönnek be a betegek, elmondjuk lent, hogy megfelelően használják, tehát ne így használják, hogy az orrukon nincs. Minden esetben én a rendelésen elmondom, hogy ha még úgy be is jönnek, hogy tessék felhúzni, ugyanis honnan is jöhetnek a vírusok. Illetve egy olyan kérdőívből, ami abból áll, hogy volt az elmúlt két hétben külföldön találkozott, vagy találkozhatott te olyan beteggel, aki covidos, láza hőemelkedése az elmúlt pár napban száraz volt -e. A megye székhelyen és a nagyobb városokban igen hosszú várólistákkal szembesül a beteg, amikor időpontot kér a szakrendelőbe. Balmazújvároson szerencsére kedvezőbb a helyzet. A vizsgálatokat, illetve a betegez, az orvoshoz való bejutást szigorúan előjegyzés alapján végezzük. A szakellátásokban is minden szakrendelő hagyott egy olyan kis részt, hogyha sürgős vagy akut esetek vannak, akkor ők, őket természetesen, hiszen a jogszabály is így írja elő, őket előtérbe kell helyezni, tehát van. Alapvetően viszont előjegyzéssel dolgozunk. Nem hosszú az előjegyzésünk. Egy-két héten belül szinte minden beteget meg tudunk nézni, egy-egy szakrendelésre a természetesen. A márciusban bevezetett rendeletek közül az egyik legkedveltebb a receptek kiírásához kapcsolható, hiszen rengeteg embernek könnyítette meg a helyzetét az, hogy a vényeket a felhőbe tették fel az orvosok. A pillanatnyi jogszabály szerint szeptember 17-ig, tehát holnapig van lehetőség feltenni a felhőbe a vényeket úgy, hogy a beteg nem jelenik meg. A miniszter úr előtérbe helyezte azt a lehetőséget, hogy szeretnék meghosszabbítani ezt a gyógyszerfelírást, úgy, hogy továbbra is feltehessük a vényeket, gyógyszerfelírásokat a felhőbe, úgy, hogy a beteg nem jelenik meg. Pillanatnyilag erre jogszabályt én még a mai napig nem láttam, nagyon bízom benne, hogy ez megjelenik, hiszen ez egy óriási könnyebbség egy idős betegnek a gyógyszerfelírása szempontjából. Mi meg megkedveltük ezt a fajta e, gyógyszerfelírást, mert könnyebbé tette mind a mi munkánkat, mind a betegeknek a gyógyszerhez való jutását. A rendelések során a helyi szakorvosi szolgálatnál, illetve a háziorvosi ellátásban dolgozók a betegek megértését kérik.